Gyertek nyugodtan, gyertek. Tehát akkor megkezdjük az első nagy színpani programunkat, ami nem lesz más, mint az egyik szívem csücske, a naruto.hu szubfordító oldal tagjai itt vannak, és velük be fogok beszélgetni egy fél órába. Úgyhogy tapsoljuk meg először is őket, hogy ide hozzánk eljöttek. Foglaljatok helyet. Úgy, te jó neved, kisfiú. Jó, hát sziasztok, örülök, hogy eljöttetek. Szia. Köszönjük a meghívást. Igazán nincs mit. Na hát akkor csapjunk is bele, mutatkozzatok be egy röviden, és hogy alakult ez a csoport, mi ösztönzött benneteket, előnyök, hátrányok, ilyesmi. Kezdjem én. Jó, sziasztok. Polgári nevemen Roland vagyok. Nick nevemen Kisfirics. A Naruto-kunnak vagyok az egyik adminisztrátora. Ezen kívül manga szerkesztő és anime és manga fordító. Örülök, hogy itt lehetek. Szupi. Jó. Én Tapion vagyok, az oldal jelenlegi vezetője. Emellett minden mást is csinálok. Szerintem mutatkozz be te is, és aztán elmondjuk, hogy mi van az oldalon. Én Tomelló vagyok, formázó vagyok és adminisztrátor, de persze közben mindent, amit az adminoknak kell csinálni, azt így készítek benne. És akkor egy kicsit az oldalról elkezdünk beszélni. 2006-ban indult december 1-én. Hát akkor még nagyon-nagyon karcsú felhozatallal rendelkeztünk. Az elsődleges cél az volt, hogy a Naruto-nak a mangáját, ami akkor még talán a Timeskip környékén tartott. Beszivárok végén a közöttetben. Így van. Tehát azt akkor kezdtük úgymond magyarra lefordítani a hiányzó fejezeteket, ami később addig futott, hogy gyakorlatilag a legvégéig csináltuk. Utána egyre jöttek az anime projektek, és a mai napig animéket, mangákat folyamatosan, akár szezonost, akár hosszabb távút, régebbi mangákat, régebbi animéket előveszünk rendszeresen, illetve hát a saját munkáinkat is, mert valljuk be, eltelt 17 év, azért vannak olyan hibák a régebbi munkáinkban, amiket szeretnénk felújítva a mai tudásunknak, tapasztalatunknak megfelelően ismét elkészíteni. Igen, láttam most legutóbb posztban, hogy a Naruto Shippundennek ugye az első részét ugye újraírt. Az első két epizódját, első ugyanis tegnap előtt volt kerek 17 éve, pont egy csütörtöki napon, amikor ezt levetítették Japánban, úgyhogy ennek alkalmából kiraktuk. 17 éve ezelőtt még mi is fiatalabbak voltunk egy kicsivel. Hát szerintem mindenki. Na jó. Most így bemutattuk ugye az oldalt, kicsit fölmelegítettük itt a színpadot, és milyen a fanszub közösség szerintetek? Milyen? Hát, fordítói oldalról nézve. Jelenleg nagyon jó, régen voltak problémák, amikről én csak így utólag hallottam, mert még csak 4 éve vagyok itt a közösség tagja, de jelenleg minden fanszub szépen összetart, és próbálunk együtt dolgozni. Nincsenek széthúzások nagyon? Hát én erre annyit mondanék, hogy nyilván van, tehát nem mindenki gondolkodik egyformán mindent illetően, de én azt gondolom, hogy itt vissza kell kanyarodni az a kérdéshez, hogy mit nevezünk egyáltalán feliratnak, rajongói feliratnak. Tehát azt, ami gyakorlatilag 5 perc alatt kész van egy gépi fordítással, és magyar szavakat tartalmaz, vagy esetleg azt, amin az ember dolgozik, foglalkozik azzal, hogy az angol felirat sem tökéletes, tehát hogy esetleg a japán szövegnek utána nézzen, utána olvasson kifejezéseknek, közmondásoknak, célzásoknak, akár olyan szakkönyveket bújjon, vagy nem is tudom, ilyen honlapokra. Ez egy komoly kutató munkát igényel. Gyakorlatilag vannak olyan animék. Nyilván ez nálunk annyira nem jellemző, mert mi főleg ugye a shonen vonalon mozgunk, ezt soha nem is tagadtuk. Te projektjeidnél nem jellemző. Hello. Ezt a mikrofont vegyük el szerintem. Tehát az oldal fő profilja a shonen, emellett nyilván viszünk másokat is, de például mondjuk a kedves kollégának a kiszemeltje a Dr. Stone-ba, ott bizony utána kellett nézni, nyilván sokat segít a polgári foglalkozása is a kollégának ahhoz, hogy megértse, amit abban egyáltalán hablatyolnak. Ősember vagyok, igen. Így van, tehát ő egy ősember, a szakállán is látszik. Szóval a magyar felirat elkészítés az egy nagyon időigényes munka, és a mai 2020-as, 2024-es évek
hát itt mondjuk a derekán nevezzük így, gyakorlatilag egyre több az olyan fiatal néző, akiknek hát nagy általánosságban minden kell, de azonnal. Igen. És ezt nagyon nehéz kielégíteni úgy, hogy az embernek van egy polgári munkája, van egy családja, van magánélete. Ismerős. Igen. Rendezvényszervezés, munka, gyerek, igen. Stb. Igen. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz így prezentálni, hogy már aznap kész legyen a felirat. Ellenben nem mellett fölbukkannak azok a személyek, csoportok, akik fogják magukat, és azonnal vagy gépbe bevágják, vagy tapasztalatlanul belekezdenek valamibe, és gyakorlatilag ez egy nagyon nagy nehézség, hogy gyorsabbak. Igen. Tehát, és nincs, nem akarnak igényességre törekedni. Így van, tehát az igényességre nem törekszenek, így van, ez abszolút jellemző. És hát mindemellett ugye a gyorsaságukkal nyilván ugye tehát azzal a automatizált dologgal, amivel ők csinálják ezt, azzal magukhoz vonzák azokat az embereket, akik néznék ezeket az animéket. Viszont ugye ez meg gerjeszti azt, hogy akik tényleg most mondjam így, hogy becsülettel dolgoznak egy feliraton, tehát tesznek azért, hogy az jó legyen, azoktól meg a nem túl lojális látogatók, azok szépen így elvándorolnak, emiatt nem tudunk új embereket mi sem fölvenni, ami egy nagyon nagy hátrány, mert nagyon-nagyon kevesen jelentkeznek, és most egy statisztikát, tényleg csak egy kis adatot, legutóbbi fordítói felvétel, 7 jelentkeztek, ebből 2 embert tudtunk fölvenni, ami tök jó, egy a gond, hogy a másik 5-öt azért nem tudtuk, mert konkrétan gépi fordítást küldött be. És régen ez a szám máshogy nézett ki, akkor 30 ember jelentkezett, és abból tudtunk fölvenni mondjuk 2-3-at. De ott nem volt gépi fordítás még. Egyéb hozzászólás ez a témakörhöz, nem? Nem? Tapi mindent elmondott, ő majd a legnagyobb óta, úgyhogy igazából talán menjetek is fel akkor. És ugye egyébként szerintem az is a baj, hogy a felgyorsult világban ugye egyre több meg egyre több animét, mangát csinálnak, hogy csak még többet. Nem tudom, hogy ez a valószínűleg a pénz miatt is van, hogy minél többet tudjanak kapni a rajzolók, vagy a animációs cégek. Néha én azt érzem, hogy a minőség kárára megy. Össze van csapva, nem szépek a jelenetek, el vannak túlozva. Igen, sajnos a mai kornak ezt a rohanó mindent is azonnal szépen, de nagyon jól. Ez sajnos ennek ez az átka, hogy még az animéken és egyébként a mangákon is néha meglátszik. Nem is olyan rég volt olyan aktuálisan futó mangának fejezet, amit nem fejezett be a rajzoló, kirakták úgy, ahogy van. Tehát sajnos ez ma már követelmény, meg kell felelni a közönségnek, úgymond. És mennyire tudtok lépést tartani ezzel a több van, vagy csak mennyire szűritek meg, hogy milyen animét vagy mangát fogtok feltenni az oldalatokra? Hát alapvetően egyébként az, hogy milyen projekteket választunk ki, vagy mi kerül a repertoárunkba, az nagyon egyszerűen választjuk ki, hogy mit szeretünk. Tehát, amire... Ez egy szűrő. Igen, egyébként. Amire van megfelelő fordító, lektor, formázó vagy szerkesztő, hogyha mangáról van szó, annak tehát ott meggondoljuk, hogy van-e értelme projektként felvenni, és akkor utána még megvizsgálunk más tényezőket is, például, hogy más fordító csapat viszi-e, régebb óta viszi-e, például, hogy milyen időbeosztásban tudnánk ezt prezentálni, hogyha például más fanszub csapat szintén viszi, és úgy gondoljuk, hogy nem fogjuk tudni megfelelő ütemben, akár csak bárkinek az elfoglaltsága miatt később kirakni, akkor elgondolkodunk, hogy attól függetlenül, hogy mi szeretnénk, érdemes annyi energiát belefektetnie 3 embernek legalább, hogy utána legyen egy olyan fordításunk, ami mondjuk biztos minőségi, de hogyha van egy másik minőségi, akkor végül is duplán dolgoztunk. Meg olyan is, hogy valakinek megtetszik mondjuk egy régi animát, de van hozzá jó felirat, akkor nem fogunk neki állni megcsinálni. Viszont hogyha mondjuk utána nézünk, és nincs hozzá egy rendes felirat, mint például volt múltkor a Made in Abyss-szal, hogy nem találtunk hozzá olyan feliratot, ami végvitte mind az egészet, meg már jött a második évad, és akkor meg lett csinálva az, mert Tapi szerette. Ugye még egy szempont egyébként az, hogy mi azt valljuk, vagy általában úgy szoktunk hozzáállni ezekhez, hogy azokat a sorozatokat, amelyeket el akarunk kezdeni, azt sosem kezdjük a közepétől. Tehát, hogyha van egy animének egy harmadik évadja, ami most jött ki, és fú, de megtetszett nekem, akkor mindig törekszünk arra,
egyébként szerintem kivétel nélkül így teszünk, hogy azt az elejétől meglegyen, mert a szóhasználat, igen, mert minden fordító másképp fordít, hogyha van egy másik fordítás, ami akár minőségi is lehet, a szóhasználat, a mondatszerkezetek mások lesznek, hogyha más a fordító, és szeretnénk egy teljesen egységes sorozatot prezentálni a nézőinknek. Szerintem ez teljesen jó hozzáállás, mert hogy így kerek az egész. Hát egyrészt így kerek, másrészt meg ugye a szóhasználaton felül ugye jellegzetes, főleg mivel ugye mondtam, hogy a fő profilunk a Shonen, abban azért vannak technika elnevezések, támadások, különleges helyek, különleges tárgyak. Tehát azoknak, hogyha nem egységes az elnevezése, és mondjuk az első évadban tűzgolyónak hívtak valamit, ami a másodikban már tűzlabda, a harmadikban meg nem tudom, parázsgolyó, hát most ember legyen a talpán, aki ezt le tudja követni, már ha meg akarja érteni egyáltalán. Tehát itt az egyik nagyon nagy buktató ebben, hogy sajnos ahogy megyünk bele az időbe, egyre kevesebben akarják csak megérteni magát a sorozatot. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy neki teljesen mindegy, hogy milyen a felirat, csak legyen valami magyar szó benne. Tök mindegy, milyen sorrendben a mondat, az se baj, a félre van fordítva, csak lássa a képeket meg a villódzást. Na, mi ez ellen próbálunk tenni a mai napig, és a mai napig próbáljuk vinni azokat a sorozatokat, amiket szeretünk, és következetesen folytatni a korábbi projektjeinket is. Tehát, hogyha elkezdtünk egy nem tudom, hasonra ütök, egy Kimetsu no Yaibát elkezdünk, akkor nem fogjuk abba hagyni a harmadik évadnál. Lehet, hogy nem fogjuk aktuálisba kirakni. De ugyanez igaz a Boku no Hero Akadémiára. 6 évadot végigvittük, 7-et már nem fogjuk tudni valószínűleg olyan tempóval publikálni, mert nekünk is család, munka, stb. Tehát teljesen más a történet. Kevés az ember. Kevés az ember ráadásul, és ugye minél kevesebb egy csapatban az ember, annál több munka hárul a megmaradt tagokra. És most hányan vagytok jelenleg? 31-2. 31-2 tag. Fejből nem tudom pontosan a számot, mert vannak ilyen léhűtök. És ez is kevés? Igen. Azért, mert ugye nagyon sok olyan tagunk van, aki egy-egy projektet csinál. Tehát nem tud párhuzamosan többet vinni, amit nyilván megért az ember, mert annyit visz. Van, aki csak régit tud vinni, vagy akar vinni, tehát nem akar aktuális, mert azért a heti animéknél van egy teljesítménykényszer, ami ránehezedik az emberre, hogy az akkor legyen kész, mert egyrészsel csúszik meg, akkor az halmozódik. És igen, a 30 ember úgy, hogy viszünk körülbelül egy olyan 11-2 manga projektet aktuálisan, illetve egy 6-7 animét, és még a háttérben dolgozunk rengeteg másik anime felújításán, vagy éppen nulláról fordításán, és mangán is egyébként, amit még ugye nem raktunk ki, hát így kevés. Bocsánat, meg kell kérdezni, mikor jön a Demon Slayer-nek a új filmje? Vagy mikor fordítjátok le? Nem fogjuk. Vicceltem, mert mindig meg szokták kérdezni. Nem fogjuk. Egyébként már csak azért sem, mert, mint tudjuk, az az előző évad utolsó és a következő évad első része, majd talán nyáron lesz belőle Blu-ray, amikor elérhető lesz. Illetve, és akkor egy kis promó, hogy a moziban valószínűleg nagyon, hát hogy mondjam, jó felirattal lehet majd megnézni, ugyanis egy fansuber kollégánk fogja lektorálni a magyar feliratot, úgyhogy kicsit bátrabban merjük ajánlani, mint a One Piece Rednek a magyar feliratát. Egyébként azt hiszem, hogy már a Cinema City ugye fogja vetíteni majd ezt a filmet, és azt hiszem már vannak talán időpontok a filmvetítések. Nem biztos. De azt tudom, hogy pár vidéki helyen is fogják majd vetíteni. Na. És ezt amúgy meddig lehet csinálni? Hogy ezt a fordítói munkát. Rendkívül jó kérdés. Én úgy gondolom, de lehet, ez csak egy személyes vélemény, hogy egyszer biztos el fog jönni az a pont, amikor ugye látjuk a streaming szolgáltatóknak az iszonyatos előretörését, és ők, ha más nem, legalább feliratot mindenképpen próbálnak az animéikbe tenni. A kérdés az, hogy ez milyen minőségű. Most még úgy látjuk, hogy van kivetni való a minőségében, viszont biztos eljön az a pont, amikor már nem lesz, illetve akkor a repertoár lesz, tehát egyre több anime, ami le fogja fedni mondjuk hogy a mainstream animéseknek az ízlésének a 90%-át, és biztos eljutunk arra a pontra, amikor a fansubereknek maradnak a extrém niche animék, meg hát szerintem a mangák, az egy olyan terület, ahol szerintem a magyar manga kiadás még gyerekcipőben jár mindig, tehát ott még egy kis előnyünk van.
Hogy ez pontosan mikor következik el, rendkívül jó kérdés. Szerintem erre próbáljunk meg nem válaszolni, de még biztos, hogy nem tartunk itt. Még egy jó pár évet szerintem lehet számítani, vagy szükséges a minőségi fanszú munka. És mit szóltok ahhoz, hogy fejlődik a technika az AI programhoz? Amíg az AI-ban nem lesz emberség, hanem mint egy robot úgy csinálja, addig szükségünk lesz ránk, de miután már elkezd szépen fejlődni, és mondjuk 90%-osra lefordít egy animét, vagy bármilyen sorozatot, utána már lehet, hogy nem lesz szükség feliratozókra. Uh-huh. Az még messze van. Az még odébb lesz, messze, remélem. Én akarom. Hogyha valaki egy 3-4 sornál két összetett mondatnál többet beírt ChatGPT-be, hogy kérlek fordítsd már ezt magyar nyelvre, akkor tökéletesen tisztában van azzal, hogy ami kijön, ahogy a Tapi mondta, az magyar szavakat tartalmaz, de nem egy magyar szöveg. Tehát még nem tartunk ott, hogy ez magyar nyelven elérhető legyen. Ettől függetlenül szerintem nem határolunk el az ilyen AI és hasonló segéd dolgok használatával, hogy egy nagyon jó példát mondjak, én például a manga szerkesztésnél kifejezetten hasznos egy népszerű, de meg nem nevezett szerkesztő programnak az AI-ja, ami retusálásnál... Paint, pontosan. Szóval, hogy a Paint AI-nak a retusálásban rendkívül sokat segít, ami egy olyan munkafolyamat, ami szükséges, főleg egy olyan alapanyagnál, ami mondjuk tele van hányva mindenféle képre írt szövegekkel, meg lehet csinálni kézzel is, rendkívül időigényes munka, és még egy kis szép érzék is kell hozzá, akinek nincs, mondjuk nekem, az egy kicsit sok időt el tud ezzel tölteni, viszont ezeknek az éjeknek az értelmes használatával egy csomó idő megspórolható. Tehát ilyen, mi úgy gondoljuk alapvetően, hogy ilyen technikai dolgokban hamarabb vannak a segítségünkre, mint a konkrét fordításban. Tehát egy részben hasznos. Abszolút hasznosnak találjuk technikai részben, ahogy azt a kollégák elmondták. Annyi, hogy tényleg a fordításhoz hozzátenni, hogy ma gyakorlatilag ez az AI, ez meg ezek az automatikus fordítóprogramok majdnem egyet jelentenek azzal, tényleg, mintha egy tapasztalatlan, kicsit beszélő, kicsit angolul, vagy esetleg kicsit japánul beszélő embernek a fordítását néznénk. Annyival egyszerűbb nyilván, hogy ezek azért egy helyesírásilag nem hibáznak. Tehát ilyen szempontból még akár jó irányba is mehetne el ez az egész, de olyat is láttunk már egyébként, hogy valaki ezzel csinált meg anime feliratot. Egyébként nyilván érezhető volt, hogy robot gyártotta, de nem. Úgyhogy valószínűleg időkérdése, tényleg, ahogy itt beszéltük, hogy sajnos idő előtt fog, bocsánat, előjönni az, hogy elkezdenek ilyen feliratok megjelenni. Utána pedig, hogyha már jó lesz, akkor valószínűleg lehet majd okádni magunkból a feliratokat, mint a Murányi kutya. Úgyhogy reméljük, hogy jó lesz. És amúgy mennyire vagytok ilyen úgymond versenyhelyzetben a streaming szolgáltatókkal és a többi fordítóval? Mennyire látszódik ez meg a nézettségekben, vagy hasonló? Hát, jó kérdés. A streaming szolgáltatóknál érdekes a helyzet. Valamikor, ott különböző publikálási módok vannak, valamikor az egész évadot mondjuk a Netflix kiteszi egybe, azzal nem lehet mit csinálni. De valamikor ők is hetente egyet publikálnak, illetve van olyan, amelyik például később érkezik. Tehát akár az angol streaming szolgáltatóra is, mint mondjuk Japánban az megjelenik. Tehát az, hogy a többi fansub csapattal, ott azoknál ugye a projekteknél lehet kérdés, amit többen visznek. Teljesen változó alapvetően. Ha minőségi feliratról, tehát ott esetleg lehet versenyhelyzet úgy, hogy az emberen, hogyha egy kis nyomáson, az egyértelmű, hogy aki korábban jön ki, az sokkal több nézettséget fog kapni, mint aki egy héttel később, vagy akár csak pár nappal később adja ki. Itt azért nem tudnék esetleg ilyen versenyhelyzetről beszélni, mert a speedsubok úgyis megelőznek, tehát teljesen esélytelen, hogy egy valaki, aki csak gyorsan tényleg bedobja a DeepL-be és lefordítgatja, az úgyis kirakja 2 órán belül. Tehát egy minőségi fordítás meg annyi alatt nem érkezik. Érdemes elengedni, lélektanilag felkészíteni az embernek magát, hogy
ez nem lesz az első. És aki minőségi felirattal szeretné nézni, az úgyis meg fogja várni. Igen. Mint mi. És ha már szezonos animék, hogy választotok szezonos animét? Mi alapján beszéltek meg, vagy nekem én ezt szeretném, vagy megbeszélitek? Igen, általában ez az én ezt szeretném, de hogyha most én formázóként szeretnék majd, ahhoz nekem kell keresnem, aki le fogja nekem fordítani, úgyhogy általában a fordító szokott keresni inkább, most hát ő mondja, ő dobja be, hogy ő szeretné ezt fordítani, és akkor keres hozzá lektort és formázót per akármi mást, hogyha mangáról van, akkor szerkesztőt. És akkor van úgymond egy megszokott team csapatotok, akikkel, vagy mindenki mindenkivel dolgozik? Leginkább mindenki mindenkivel, vagy éppen akivel tud, vagy akar, de vannak egyébként összeszokott csapatok is, itt ülnek a sorokban egyébként a fiúk, lányok, tehát vannak összeszokott csapatok, akik tényleg vannak, hogy volt olyan, hogy szezonról szezonra vittek ketten például egy animét, vagy a következőt, azt is ketten vitték, tehát vannak ilyen összeszokott párosok, de alapvetően mindenki mindenkivel, tehát egy hatalmas orgia az egész. Tényleg, tehát mindenkinek megvan a képessége az, hogy jól csinálja, mert nálunk, hogyha valaki bekerül a csapatba, akkor az az első, hogy nem kerül be a csapatba, hanem betanítjuk, kiképezzük. És ez ugyanúgy igaz a fordítóra, a lektorra, a formázóra, a szerkesztőre. Tehát olyankor az ugye egy plusz terhelés egy aktív tagnak, hogy na, akkor ő még egy-két hónapig még ennyi szerkesztés, oldalanként, dubinként nézzük a hibákat, fordítóként a vesszőt, hol használta, hol nem, stb. Lektoroknál, hogyha betanítjuk őket, akkor konkrétan a magyar helyes írás szabályaiból idézünk nekik. Tehát azért van benne munka, és a formázókról akkor most megint kihagytam szegény kollégát. Ott van, hogy... Mind mindig. Nem baj. Tehát ott van, hogy tényleg ismerek olyan, vagy volt olyan formázó betanunk, aki hajnalban írt rá úgymond a nem a mentorára, hanem a tanítójára. A tanítójára, igen. Tehát aki képezte őt, nem használunk ilyen szavakat. Aki őt tanította, arra ilyen hajnalban írt rá, vagy hajnalban csörgött rá, hogy figyelj, kész vagyok. Amikor ő meg másnap reggel ment dolgozni, de hát tudjuk, miről van szó. Igen, szervusz. Úgyhogy volt ilyen. Tehát nálunk a betanulás az első, és amíg valaki nem tud önállóan dolgozni, hát nem munka, de amíg nem tud önállóan tevékenykedni, addig nem szeretjük beengedni, mert el fog vérezni. Tehát hiába, hogyha többet kell utána dolgozni, mint amennyit nem, annak semmi értelme. Puskázok. Gyorsak vagyunk? Egyébként nem. Volt egy olyan kérdésed, amit szerintem Tapi, vagy így gyorsan kikerültünk, hogy mi alapján választjuk meg a szezonos animéinket. Itt szerintem nem lehet elmenni az mellett, hogy azon kívül, hogy mit szeretünk, meg azon kívül, hogy mondjuk, hogyha valaminek a mangáját vittük, akkor ezt egy kicsit jobban szoktuk pusolni mondjuk a manga fordítóját, hogy ugyanúgy ezt úgy mindenki fejezést tudsz, 10 perc alatt meg vagy az egésszel. Azon kívül szoktuk azt is nézni, hogy mi az, ami népszerű lesz valószínűleg. Ugye nekünk is kell a nézettség. Nyilván, hogyha valami teljesen távol áll tőlünk, akkor azért nem. De hogyha van két anime, ami mondjuk egy fordítónak tetszik, mind a kettőt mondjuk szereti, és azt mondja, hogy és az egyik egy teljesen nis, senkit nem érdeklő valami, a másik pedig egy olyan, amire mondjuk sejtjük, hogy népszerű lesz, vagy akár egy franchise-nak a spin-offja, vagy valami, amiről leri, hogy érdeklő, tehát érdekelheti azt a nézőközönséget, aki mondjuk nálunk megfordul, akkor lehet egy kicsit arra tendálunk, hogy lehet, hogy ezt jobban érdemes. És mennyire szokottak működni a kollaborációk a másik fordító csapatokkal? Ki kér, vagy inkább benneteket kérnek föl, vagy ti? Hát ez eléggé, mondanám, hogy vegyes, de igazából nem sok példa van rá. Régen sokat, nem régen sem dolgoztunk együtt sokat. Utána volt nekünk egy olyan, mennyi a 17-ből, egy olyan 15 év, amikor nem, abszolút nem dolgoztunk együtt, viszont mióta, egy bizonyos esemény óta újra elkezdtünk úgymond közösen dolgozni. És Amit nem nevezünk nevén. Szóval, azóta elkezdtünk újra beintegrálódni ebbe a fanszúk közösségbe, ami egyébként úgymond mi, mint eddig kívülállók,
csak néztük, hogy oké, vannak, de most már aktívan benne vagyunk, és napi szinten beszélünk velük, beszélgetünk velük, meg küzdünk, hogy mindenkinek jó legyen. Jelenleg a Bleach-nek az új évadjait visszük közösen az Urara Shop-val, ami nyilván, aki kicsit régebbi motoros, az tudhatja, hogy eléggé meglepő fordulat, mert nem voltunk olyan túl jóban pár száz évvel ezelőtt, de most már hál' Istennek nincsen probléma, és örülök, hogy idejöttek az előadásra. Úgyhogy tehát, igen, emellett más csapatokkal is dolgozunk együtt, bár ott még nincs annyira publikált anyagunk, úgyhogy majd mindjárt ráírok. De hogy a kérdést is megválaszoljam, hogy milyen együtt dolgozni egy másik csapattal. Nyilván, mivel nem egy csapatban vagyunk, nincsenek feltétlenül megszokott kommunikációs csatornák, egy picit lassabb, mint hogyha csapaton belül oldanánk meg. Más viszont, a ritmus. Igen, viszont érdekes látni, hogy más csapatok hogy dolgoznak bizonyos munkafolyamatokon, és egy csomót lehet belőlük tanulni, hogy ők mit csinálnak, mi hogy szoktuk ezt csinálni. Szerintem hasznos, illetve az sem elvetendő, hogyha valakinek tényleg van egy olyan sorozata, ami a szívéhez nőtt, hogy hát én ezt pedig akarom, és a csapatban nem talál rá mondjuk formázót vagy lektort, akkor nyugodtan körbe kérdezhet, hogy ugyan a X fan szuper csapat közül valaki, van egy lektor, aki mondjuk ugyanezt szereti, és általában azért akad. Már csak 2 percünk maradt. Vetkőzzünk. Mi? Az nem az a hely. Kedvenc animéteket, amit így szívesen fordítottatok, lektoráltatok. Te nem tudod. Mm. Jó, oké, akkor majd ameddig kigondolod. Amitek a szívettek csücske, leginkább. A Naruton kívül persze. Hát a Naruto... Semmi baj a Narutóval. Helyes. De vagy nekem lekukás ninjázad, mert ez borzasztó. Nem. Szóval, hogyha egy kedvencet kéne mondani, ami én a legjobban szerettem egyébként, amit a legjobban szerettem fordítani, meg aminek imádom a munkáját most is, és az animét is imádtam, az talán a Vinland Saga volt. Tehát a Tapi által semmire sem tartott anime, de egyébként nagyon jó, mindenki nézze meg. Nincs igaza. Nekem a kedvencem a mostanában leginkább a Jujutsu Kaisen volt, de főként a film, amikor megkaptam a feliratot, leültem este 7-kor, és reggel 7-kor álltam föl mellőle, hogy kész. Az jó élmény volt. És egyébként olvasod, tehát hogy először a mangát olvasod, és utána nézed? Nem, én anime fogyasztó vagyok. Nagy százalékban inkább a fantasy könyvek irányába hajlok, de mangákat is elkezdtem olvasni, csak még kezdő vagyok azon a téren. Hát nekem bármi meglepő, az egyik szívügyem az a One Piece természetesen. De amit még nagyon-nagyon szerettem emellett fordítani, és ott tényleg igyekeztem apait, anyait beleadni, az a Made in Abyss volt. Tehát az nekem egy nagyon-nagyon... De a Made in Abyss az nagyon... Nekem az nagyon megfogott elsőre is, csak akkor, amikor kijött az első évad, nem tudtam bevállalni, mert sok volt. Nekem is ajánlották, még nem tudtam oda jutni, hogy megnézzem. Kell hozzá gyomor, de... Cuki aranyosnak tűnik az elején, aztán nem aztán az. Mégsem. Na, hát lejártézünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Hogy bemelegítettük itt a nagy cipot. Nem ilyen nagy közönségünk van azért, ez tök jó. Nagyon örülök neki. Jöttek a következő műsorra. Így van, is. Is. Tegye fel a kezét, aki fan szuper. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Na jó, de azért több ilyen. Na, szóval egy hatalmas tapsot kérek a narutokun.hu szuboldalnak, akik elhozták idehaza hozzánk a Narutót is. Köszi, sziasztok!